Nem tehetem, kollégina, nem kerestem egy vasat se. Dél van. 3 napig feküdte, nem tudok kilábalni ebből a rohadt náthából. Ne hagyd neki egy fillér se! Nekünk sincs. Mi családunkban olyan sose volt. Nem tartottuk a markunkat. Mindig becsületesen dolgoztunk. Hagyd már ezt a becsületet, Józsi! Mire jutottál? Nézd meg magad! Még a WC-ig se tudsz egyedül kimenni, ha én nem kísérlek! Az a helyzet, hogy nem tudom a szokásos összeget feladni egyelőre. Nincs miből. A gyerekedre sosincs. Szabálysértést követett el, tilos helyen parkol. Fizet vagy feljelentem? Jó napot! A Rajk László utcában legyen szíves. Mindjárt megnézem, mennyi pénz van nálam. Tehát úgy, hogy az egyikük szándékosan provokálta magát, hogy az alatt a másik zavartalanul dolgozhasson. Igen. Miért fordul itt jobbra, kérem? Meg kell kerülnem ezt a háztömböt, asszonyom. És ki mondta magának, hogy kerüljen meg ezt a háztömböt? Én arra kértem, hogy a Rajk László utcába vigyem. A nyomozást meg fogjuk indítani, de miután sok munkánk van ez az ügy, elfekszik biztosan egy-két napot, sőt, talán többet is. Azt javaslom, hogy próbálja ez alatt az idő alatt valahol megtalálni azt a pénzt. Végül is becsúszhatott az ülés alá, vagy mit tudom én. Találjunk ki valamit együtt, valami jobbat. Jobbat? Hát eliheti nekem, hogy ez a tajkomes a két öreg lányal nem valami nagy ötlet. Ennél szellemesebbet is kitalálhatott volna, nem, de... Maga is azt hiszi, hogy én tényleg lenyeltem azt a dohányt? Ilyen pancsernak nézel ki, hogy ennél jobb sztorit nem tudok kitalálni? Ugyan már. Kizsebelt volna ki téged. Mondom, pont ki? Téged. Vissza fogom szerezni azt a dohányt, de abban nem lesz köszönet. Segítség! Rendőr! Rendőr! Elvittáltok, kocsidat, rendőr! Hello, diszpécsen szolgálok! Hello, 231-59-es vagyok! Elvittem csibészt a kocsimat! Megtudhatom végre, hogy ki a piros lap. Rendszámot eltüntetni gyorsan. Gyengó! Ja! Követelések immár 1 millió forint. Ha a rendőrség bekapcsolódna az ügyben, kinyírom a lányát. Hát, Úristen! Mentsék meg a kislányomat! Úgy döntöttem, hogy megbüntetem magukat. Azért, mert megloptak. Ön, figyeljetek! Hát, ha eszélyt még valamit. Nem hiszem, hivatásos. Hát, alja. Életemben először végigcsinálok valamit. Tudja maga, hogy ez mit jelent?